jó, csak vicceltem. Na, az van, hogy feldolgoztunk egy 30Y számot. Ezt azért dolgoztuk fel, mert ezt szoktam mesélni, hogy körülbelül egy éve találkoztunk először a Beck Zolival, amikor odajött hozzánk a koncert végén, és azt mondta, hogy tök cool ez a zene, tetszik neki, de olyan nagyon-nagyon jól fésültek vagyunk, hogy egy kis kicsi Lilla, meg a kis nagy Bence, meg a hülye nyakendőmmel, meg mit tudom én, mit mondott már. Úgyhogy mi azon gondolkoztunk, hogy hogyan tudnánk nagyon bunkók lenni. Azt mondták, hogy lehetnénk bunkóbbak. Na most akkor mi úgy lettünk bunkóbbak, hogy arra gondoltuk, hogy feldolgozunk egy 30Y számot, és pont akkor fogjuk előadni, amikor nekik születésnapjuk van, és ők el fogják játszani egyszer, és mi is el fogjuk játszani még egyszer. De azért ne legyünk nagyon bunkók, ezért angol nyelven dolgoztuk fel ezt a dolgot. Én azt mondom mindenkinek, hogy aki tud, az egy picit jöjjön előbbre, mert lesz majd egy meglepetésünk ebbe a számba. Egy vendég, de nem mondjuk meg, hogy ki. Lehet, hogy nem is ismeritek.